Több mint 60-an döntöttek úgy, hogy ezt a szombat délelőttöt túrázásra szánják. Ehhez bizony elsődleges volt a ragyogó tavaszi idő, no de a társaság és a hagyományuk is amellett szóltak, hogy túracipő, hátizsák és irány a 8 kilométeres hóvirágleső túra. Jókedvű gyülekezővel vette kezdetét a program. Ezzel a játékos akadállyal kellett megküzdeniük elsőként a résztvevőknek, de ez senkinek sem esett nehezére. Aztán a kisfaludi térről elindult a hegymenet, bár itt a városban ez még nem volt kihívás, később az erdős szakaszokon annál inkább. Az első pihenő a Fehérköveknél volt. Mindenki először megcsodálta a páratlan kilátást, aztán előkerültek a 10 óraira pakolt szendvicsek, innivalók, és bizony jól esett egy kicsit leülni. Útközben örömmel láttuk, hogy már a közkedvelt medvehagyma zöld levélkéi megjelentek, sokan szedtek is belőle. A különleges ízű, igazi tavaszi, vitaminokban gazdag zöld növény kis csokrokban került a hátizsákokba. Igazából azonban a túra névadójára, a tavasz hírnökére várt mindenki. Úgy a teljeshoz egyharmadáig tartott csak a várakozás, mert a Rendeki hegy bővelkedett hóvirágokban. De vigyázat, mindent a szemnek csak, hiszen fokozottan védett növény, a kis fehér bólogató virágocska, amely ráadásul idén az év vadvirága cím büszke tulajdonosa. A kikeleti hóvirággal találkoztunk az erdőben. Hengeres, levéltelen, felálló, csúcsán visszahajló szára csupán egy virágot hordoz. Jó néhány kilométeren végig kísérte látványa a túrázókat. A kirándulás fele körül járhatunk, amikor már beérkeztünk Csabrendekre, és egy kis rövid szakasz után következett a nagy pihenő. Szorgos, lelkes, túrázó barát felnőttek egy nyitott pincénél, gazdag kínálatot teremtettek ehhez. A város polgármestere is jelen volt, meleg szavakkal üdvözölte a kissé megfáradt vándorokat. Ez a nőnapi túra, ez végül is egy hagyománnyá vált már az utóbbi néhány évben, és ez is nagyon jó, hogy ilyen hagyományaink vannak sümegen, és jó persze az is, hogy nőnap van, és megköszönhetjük a hölgyeket majd 4 nap múlva. Én erre biztatnék mindenkit, és annak különösen örülök, hogy egy ilyen tavaszváró, tavasznyitó jellege lett ennek a rendezvénynek. Itt volt alkalmunk megkérdezni a főszervezőt a túra céljáról. Most már évek óta negyedik vagy ötödik alkalommal szerveztük meg ezt a hóvirágleső túrát, illetve hát maga a hóvirágleső túrák azok már nagyon régiek, csak most, mivel egyre több szülő jár velünk túrázni, járja a természetet, ezért gondoltuk úgy 4 éve ezelőtt, hogy hívjuk a város hölgyeit is, családokat, hogy jöjjenek, nézzék meg, hogy mennyi látnivaló van ilyenkor az erdőben, és idén is egy csodálatos napsütéses időt fogtunk. Igaz, hogy kicsit szél van, de szerintem lehet látni, hogy mindenki jól érzi magát, beszélgetnek, eldödörésznek, és ez ennek a túrának a célja. Ma nagyon sok gyerkőc is eljött a túrára, mennyire könnyű mozgósítani őket? Érdekes, hogy a gyerekeken keresztül könnyű a családot mozgósítani. Gyerekekkel napi kapcsolatban vagyunk, tehát ővelük könnyű megértetni magunkat, meg könnyű átadni az üzenetet, és ő mondom, annak örülünk, hogy egyre több szülő, hát egyharmada a társaságnak a létszám az mindig szülő. Innen a zsíros kenyérpartitól most merre felé vezet vissza az út? Most a Fenyvesen keresztül fogjuk megközelíteni Sümeget, innét is gyönyörű, mert már ahogy kilépünk a Fenyvesből, lehet látni a szimbólumunkat, a Sümegi várat és a templomtornyot, úgyhogy onnét meg már jó kedven mennek tovább, mert tudják, hogy lassan megérkezünk. A jó ízűen falatozó nagylányoknak is beszédes kedve kerekedett. Miért gondoltátok, hogy eljöttök erre a mai kirándulásra? Hát, mert nagyon szép időjárás van, és úgy gondoltuk, hogy eljövünk. Egyébként mi lett volna a szombat délelőtti program, ha nincs ez a túra? Hát a túrára gondoltunk mindenképpen.
Először a Fehérkövekre mentünk, majd ide jöttünk a Csebrendeki hegyre. Melyik volt az a rész, ami neked a legjobban tetszett? A Csebrendeki hegység. És miért? Nagyon szép volt a fák, és sok medvehagyma is volt, és sok hóvirág. A Fehérköveket jól ismerik a gyerekek, ez az egyik legnépszerűbb látnivaló. Hogy ugye simegen található, nagyon jó panorámája van, és hogy nagyon jó kirándulóhely. És mindenkinek ajánlom. Idén több szülő is a túrával tartott. Miért gondolták, hogy eljönnek erre a mai túrára? Hát a gyerekek miatt. A gyerekek nagyon szerettek volna, meg mi is szeretünk túrázni. Mennyire jellemző? Végig szokták járni ezt a túrát máskor is? Hát voltunk már, igen. Tavaly is voltunk. Meg amikor van, és tudunk, van időnk, nem dolgozunk, akkor mindig eljövünk, hogyha lehetőségünk van. És mit szól ehhez a pihenőhelyhez, hogy itt még meg is vendégelik a csoport? Nagyon jó kis ötlet, köszönjük. Miért gondolta, hogy ön is részt vesz ebben a mai túrában, hanem is a túra részében, de a kínálásban mindenképpen? Hát úgy gondolom, hogy ez a nőnap, ez megér annyit, hogy mindent fölülírja, mindenféle programot, hogy prioritást élvezzen, meg hát itt vannak a barátok, haverok, minden. Tehát ezt el nem mulasztottam volna, hogy ide kijöjjek. És mielőtt azt gondolnánk, hogy a fiúk kevésbé kedvelik a szabadidő e-hasznos eltöltésének módját, bizony tévedünk. Meséljetek nekünk arról, miért gondoltátok, hogy részt vesztek ezen a mai túrán? Mert így jobban megismerhetjük a minket körülvevő környezetet, és így a természetben is többet lehetünk, és ez boldogít minket. Ha nem lett volna ez a túra, te mivel töltötted volna a mai délelőttöt? Hát kinsportoltam volna, vagy játszottam volna a kutyámmal, hát más nagyon nem tudtam volna csinálni. Mennyire változik most, hogy itt van a jó idő? Mert gondolom télen azért sok időt töltöttél a tévé előtt, meg a számítógép előtt most. Igen, hát most ez a túra így sokan kimozdít, és buzdít arra, hogy ismerjük a környezetünket. Melyik volt az a része a túra útvonalnak, ami a legjobban tetszett? Hát nekünk most ezt tetszett, amikor kaptunk itt ilyen teát, meg mindent. És a kilátás? Hát az is nagyon gyönyörű. Voltál már többször ezen a túrán? Igen. Már sokszor voltam, ugye a Mikulás leső túrán is voltunk már. Sokszor. Mindig itt vagyunk. Meg én mindig jövök. Mert az itt jól elhülyéskedtünk, elbeszélgettünk, és ez tetszett nekem a legjobban. El tudod mesélni, össze tudod foglalni, hogy merre felé jöttünk? Honnan indultunk és hogy jöttünk ide? Gyűjtőtől indultunk, és feljöttünk a Fenyvesbe, és a Fehérköveken pedig túljöttünk, és így kiértünk Csabrendek felé. Azt gondoltuk, a zsíros kenyérhalmok és a pogácsahegyek nem fogyhatnak el, de bizony a gyaloglásban megéhezett siserehad bőségesen fogyasztott, mindenki jól lakhatott. Így merítettek erőt a túra következő szakaszához, amely már a hazautat jelentette. Látnivalókban gazdag, jó hangulatú fél napot töltöttek együtt a természet kedvelői ismét a már hagyományos hóvirág leső túrán. A lábak lehet, hogy kissé elfáradtak, de a jó kis tavaszi feltöltődés kárpótolt mindenkit.